megtörtént a képviselői ülés, illetve itt az SMS-nek az elfogadására is sor került. Mi 3 darab módosító indítványt adtunk be, annak kapcsán, hogy egy, bővítsék ki a bizottsági helyeknek a számát, ugyanis nagyon kevés. Második ilyen beadványunk az volt, hogy mint külső bizottsági tagnak vegyék be Rózsa Reginát, régi párt tagunkat úgymond, külső bizottsági helyről, egy szakközgazdász, a gazdasági bizottságba gondoltuk. Ez sem sikerült, ezt is leszavazták, illetve szerettem volna én még én jó magam a népjóléti bizottságba bekerülni, de ezt is nem is az, hogy leszavazták, hanem napirendre se került, mert a polgármester ezt nem szerette volna. A helyek bővítéséről gyakorlatilag nem tudtunk semmit sem intézni. Mindegy, tehát mi nem kaptunk itt most, tehát el lehet azt mondani, hogy Zuglóban a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak egy darab bizottsági helye van. Én a Városgazdálkodási Bizottságba kerültem, majd meglátjuk, hogy ez mit jelent. A sokat vitatott parkoló automatákat visszavonta a polgármester. Ott olyan információkat hallottam, amik itt keringenek, hogy ez valójában nem annyira drága. A szomszéd kerületekben sokkal drágábban sikerült hasonló automatákat beszerezni. És azt, hogy abban a cégben, ahol kisebbségi tulajdonos, azaz vitatott személy, akit erkölcsileg ugye kifogásolható az ő személye, talán ezért, talán más miatt, de minden esetre ez lekerült a napirendről, úgyhogy ez a jövőben még majd eldöntésre kerül. Választottunk alpolgármestereket, külső bizottsági tagokat, ott én javarészt tartózkodtam, ugyanis fogalmam sincs, hogy kik ezek az emberek. Előzőleg korábban velünk a tanácsnoki helyekről, a bizottsági helyekről semmiről nem egyeztettek. Most mi így kezdjük meg ezt a munkát, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem nagyon tudunk most már mit tenni ez ügyben. Hát de azért azt gondolom, hogy majd lesz lehetőségünk itt szebbé, jobbá tenni Zuglót. Ehhez kérjük továbbra is támogató segítségeteket. Úgyhogy ez volt a világ legboringabb 5 órán keresztül tartó ülése, amin most éppen túl vagyunk.